Június 30-áig nyújtja be a Paks 2 ZRT az új atomerőmű létesítési engedélykérelmet a hatóságnak. Süli János a paksi atomerőmű 2 blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter azt mondja, hatalmas munka volt, de végül sikerült összeállítaniuk a 100 nemzetközi szakértő bevonásával az engedélykérelmet. Nem tudtunk dolgozni, a pandémia járvány nem érintette a munkaütemet. Kedden fogunk egy bejelentést tenni, hisz ígértük, hogy hó végére be fogjuk adni az engedélykérelmet. Ez mindenféleképpen ma már úgy néz ki, hogy meg is fog történni. Ez 283 ezer oldal anyag, amit ugye egy része készült orosz nyelven, de a munkanyelv angol, és a hatóságnak meg magyarul kell beadni. Tehát azért el lehet képzelni, hogy mennyi munka volt ennek a dokumentációnak az összeállításával. És ha ez megtörténik, akkor 15 hónapon belül megkaphatjuk magát az építési engedélyt, létesítési engedélyt, és akkor már visszavonhatatlan, hogy ezt megépítjük. Mert ugye sokan itt a ellenzék részéről mindig azt mondták, hogy képtelenek leszünk beadni egyáltalán terveket, de ez meg fog történni kedden. Az előkészítő szakaszban 8 millió köbméter földet kell megmozgatni, 2570 méter résfalat kell építeni, és a teljes területet meg kell szilárdítani. Mindez a talaj szerkezetétől függően 18-26 hónapot vesz igénybe. 21. szeptember végén van létesítési engedély. Most is zajlik munka, fölvonulási épületek. Újabb 4 épületre kaptunk építési engedélyt, földmunkákat meg akarjuk kezdeni majd januárban. Azt is egy szigorú engedélyezés mellett, nem úgy, hogy na csak ripsz-ropsz, hanem annak is megvan a metódus, hogy 3 hónap múlva, hogy beadtuk most az engedélykérelmet, akkor szeptemberben beadjuk a földmunkákra az engedélykérelmet, arra 3 hónapja van OAH-nak, hogy elbírálja, az azt jelenti, hogy december végén, január elején lehet engedélyünk a földmunkák megkezdésére. Ez idő alatt ugyanis az Országos Atomenergia Hivatal értékelni tudja az atomerőművi blokkokra vonatkozó létesítési engedélykérelem alapvető építési sajátosságait, illetve a nukleáris biztonsági előírások alapján azok kapcsolódását a terület előkészítési munkákhoz. Eközben folyamatosak az építési munkák a felvonulási területen Pakson, ahol elsőként 2 irodaépület és egy 100 fős konyha-étkező létesül. Eközben azon is dolgoznak, hogy kialakítsanak munkásszállókat és lakásokat a Paks 2 építésére érkező közel 10 000 vendégmunkásnak. Erre a térségben kerül majd sor.